2020 óta ítélhető oda a szakképzésért díj minden évben 15 olyan oktatónak, igazgatónak és szakembernek, akik legalább 5 éven át példamutató tevékenységet folytattak a szakképzés területén. Rácz Margit Évát az oktatótestület és a makói návai igazgatója Papós András, valamint a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum együttesen terjesztette fel az elismerésre. Kincses Tímea elmondta, büszkék arra, hogy az idei díjazottak között ott lehet a makói oktató is, aki mindenki felé nagyon empatikus. Margitka 1982 óta dolgozik itt a Keriben. Ő a, mondhatjuk úgy, motorja tulajdonképpen az iskolának. Nincs olyan szeglete, amit ő ne ismerne, ne ismerné a múltját, az egykori kollégákat, több igazgatón nevelkedett itt a návaiban. És hát ma is nyugdíjasként segíti a vezetőség munkáját. Rácz Margit 2013 és 2017 között igazgató helyettesi feladatokat is ellátott. Közel 40 éves pályafutása alatt a makói návai egy kereskedelmi és pénzügyi profilú szakiskolából a város és a térség meghatározó szakképző intézményévé vált. Az új képzések felvételeinek megszervezésében is jelentős szerepet vállalt. A képzési paletta bővítésében és az iskola népszerűsítésében még ma is elkötelezetten vesz részt. A főigazgató rávilágított arra, hogy mit jelent a centrum számára az, hogy ilyen oktatók dolgozhatnak a kötelékében. Én azt gondolom, hogy amikor kitűzzük célul a minőségi oktatást, hogy olyan szakembereket képezzünk, akik a munkaerőpiacon megállják a helyüket, ahhoz nélkülözhetetlen egy olyan oktatói testület, ami itt a návaiban működik, és olyan oktató kollégák, olyan vezetők, mint Rácz Margitka. Rácz Margit pedagógiai munkáját Makó város önkormányzatának képviselőtestülete 2019-ben Makó városért emlékéremmel jutalmazta. Ugyanebben az évben a Csongrád megyei kormányhivatal, a Délalföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület és a Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara által alapított dr. Csala László díjat is átvette.